Három fegyveres. Ugye? Három fegyveres van benn. Te sokan vannak. Cici, jöjjél már. Megyek már, itt vagyok. Na gyerjél, te a pofóra. Futász. Kell, te is gyerjél már, érted. Tél kell, gyerjél. Na futás, érted. Csak kacogjál. Egy kicsit, gyorsan le kell őket szukkelezni, gyorsan le kell fegyverezni őket. Ne látom, nincs fegyver, menjetek mell előle. Gyorsan szukkella, menj. Kurva gyorsan, senki nem mozdul. Senki, te szőcém. Itt maradsz, mert le leszel szúlva, ilyesmi. Meg leszel szúlva. Gyorsan befele, szállj le a motorról, ilyesmi. Húzzál befele. Gyerünk, mozogni érted, mozogni érted. Hova picába? Gyertek. Lelőjek bárkit, érted? Lelőjünk bárkit? Kezeket fel! Lablás! Mindenki a kezeket fel! Négyik vajcos most ment el itt a sárkol, úgyhogy valószínűleg be fognak jönni. Ja, megyek fel. Be kéne záratni, nem? Zárják be az ajtót, gyorsan! Be kéne záratni a ajtót. Hol van a hőszíncél? Ki a hőszíncél? Fent tiszta. Jaj, de szívecskéri érted, gyere, megnézem az urluháját lentben. Csak értéket kell eszek, hogy birtokoljam, birtokba vegyem. Mész fel majom, érted? Zárd be az ajtót. Ó, oh, lemek. Harci fegyvel. Ó, oh, lemek. Milyen terci ez van rajtatok? Ó, oh, picába, itt van egy terci. Mi a falsz ebbe, holdod? Szét fog törni a terci. Hát ne zavarjon téged. A picába. Na, öcém! Mutasszak, hogy... Mutasszak, mi van nálad, ember? Értéket kell ezt, akkor birtokba vegyem, érted? Kereskedjél csak. Uhaj, te szukkel! Jó, aki át van kutatva, zárjon ide a fal mellé, érted? Uhaj, te szukkel! Oda, érted a... A no-ugrás, van nála telci? Ott jó helyen vagy érted, a fal. Ó, lemek! Mennyi telci ez? Tehát vagy megkutatva, érted? Aha. Szuper! Tessék? Igen. Biztos? Biztos. Átett már nézve a ruházat? A fehér ruház is. Bocsánat, csak belenyúlok egy kicit. Jó, fehér ruház is álljon oda, érted. Értéket keresek, alanyat. Tehetszik mindent. Figyeljük egy helybe azokat az embereket, akiket átnéztünk, jó? Egy helybe valahova. Fordulj a falfa és tedd fel a kezed el. Ja, akkor hölgy olyan velem. Van nála telci? Melyik zebedből van a telci? Hát ott nagyon, ott a legalulott van egy ilyen kis zseb, ott legalulott a bokámnál, ott van egy kis kisebb zseb. A lemek? A hölgy, hogy menjen, akit átnéztünk már. Jó, most átnéz a falhoz. Tehát nézek téged is, haver. Őt is, én nem nyúlok hozzá. Ő már kész. 320 euró van nála. Őt most. Fotolj meg, kélem. Mobiltelefon tőled, de egyszerűbb hátjújtod el ide. Melyik kezébe van a szebébe van a telci? Van szukkele? Ő már kész, ártalmatta. Most kötözzem meg. Azt már vettem, biztos. Ne, már is oda a fal mellé, jelted a többi. Jó helyen van. Ne. Oda azok vannak, akik már akikkel végeztünk. Hogy hol van a többi? Én tévesztettem el? Ott. Itten vannak ebben a sarokban. Bocsánat, kedves hölgyem. Félreértettem itt a... Mi ez egy kis bolt, a lemek? A majmokat. Sétálgatok, merre menjek? Igen, nyugodtan oda a hölgyhöz, meg a három. Ezt hiszem, melyik zsebében van ullam a telcie? Kérlek, menj oda. Barna drág zsebem. A hózsaszipádút elviszük magunknak, magunkat úsznak, érted? Ja, bemegyek a pultba. Miért engem? Hát csak kiáratot is például. Hát is kiállom a zsebeidet. Jó. Nézd meg a hózsaszipádút is, érted? Ja. Mobiltelefon. Az az úr, a zeblánál az úr az ment a falhoz. Simán. Na mi van nálad, öcém? Fordul meg, egy fal, jobbra. Köszönöm szépen. Melyik zebedben van a telci?
Itt a jobb zsebbe. Elis, menj oda, nem, te csak maradj itt. Menj be oda a többiek, ez a többiek. Hátam mögött vagy, nem tudom, hogy hova célzom. Kiköbeti a WC-re. Szeleszti, cukkert. Fassa, kicsi. Csár. Figyeljetek, kinyitatom az ajtót, jó? Majd a legvégén. Most azonnal jöjjön neki, felemelt kézzel, nem mondjuk ezt. Legyen szíves. Nem valaki oldibál? Tudom, milyen érzi. Mi van? Most ki kiabál neki? Tesz... Tesz... Tesz szék! Amit tartom. Hú, baszki, itt vannak a zekák! Ó, a két opcióban most felemelt kézzel jönnek, megvan... Mondjál már neki valamit! Uram, túszaink vannak, de mi működik! Túszaink vannak, drága uram! Talóban vannak szólítva, sokkal többen vagyunk, mint maguk, teljesen mindegy hányan vannak. Ezt honnan tudja, hogy hányan vagyunk, vagy kérdezzem már! Nincsen más opciójuk. Meg nem kell hirtelen mozgolódni. Na, nyugodjon meg, uram. Na, ez megyünk a börtönbe. Érdekes, amúgy nem volt kint senki, de van, aki kihitt a zsár. Egy vajcos láttam kint csak. Vagy itt egy kibaszott úzdrávát kell létrehozni. Hogy hívták ki a szekákat, édesz? Most beszéljük meg gyorsan. Ki hívta gyorsan? Túszdrámázunk? Vagy kivisszük egy... Én mennyit pofázik már, bazd meg. Vagy kivenjünk egy emberrel is, aki azt mondja, hogy nincs itt semmi probléma. Na mi legyen? Lőttek, maguk ellőttek, csak váljanak egy pillanatot. Na, hallgatom, hogy... Meg hogy kerültek ide? Hogy kerültek ide egy pillanat a forgás alatt, mikor... Elmondom, még egyszer, hát, ha hallgattok most már rám egy pillanatra, mondom, amikor bejöttünk, elmondtam rádióban, hogy egy vajcos volt a sárkon, egy kvaddal, egyből rádiózott, úgyhogy valószínűleg azt szólt rád a rendőröknek, ami kurva. Na, akkor álljál. Gyere ide, haver, légy szíves. Te szponót hívod ki lendőlöket? Ki kellett deríteni? Adunk neked egy rádiót, vagy telefont, hívj fel. Van nála a rádió, hagytam nála a rádiót. A spanót hívtak ki a zekákat, most komoly? Fogalmam nincs, hogy ki hívta ki a zsekákat, tehát ja, honnan tudjam, kim voltam. Neked he kell majd fényképezni a többi túlsztéleted, és el kell küldeni a rendőröknek egy telefonszám, hogy gyere csak, gyere. Gyere szépen. Hát ezt nem hiszem el. De van nála a rádió. Hoztatok pénzt, meg kéne venni kaját, meg piát is. Van nála a rádió, ember. Van nálam rádió. Kérdezem már meg. Hát, Istenem. Na most mi lesz? Igen, kérlek, kérdezd meg, hogy ő hívta ide a rendőröket? Vagy valaki? Hát ez el kurva kíváncsi vagy kén is. Ez nem volt elv, ember, van B-telv. Nem fogunk belőle problémát csinálni, de valamelyik őt, aki hívta a rendőröket? Legyetek szívesek, őszintén válaszoljatok. Én nem voltam. Halló, halló, itt valahol. Nem uram. Nem tudtam. De az ugye öcsém, kurvala te voltál, láttam, ember. Nem fizetnék a... Kurvala te voltál, ne az ugyál! Nem én voltam. Mi hívtuk a rendőröket? A francba. Ó, be vagyok szalva. Megnyomdátok a riasztót? Most mit csináljunk? Itt a lába van nekem. Ön a rabló, legyen határozott. Négyen ötem. Ki az, aki tud fényképet készíteni? Sok túlsza. Én tudok. Nem kell az okoskodás. Öljünk, akkor adok a pozitív, pozitív. Né, Tricsei, már rádió, csak egy dolgot kellett volna megkérdezned. És akkor túlszokról egy képet? Gyere, jövök. Ki nem a rádiód? Ő hívta ki az ekákat, a spanód? Nem. Vagyis már az teljes információ, hányan vagyunk mindent. Mondjuk szerintem azt néztétek be, hogy itt trafiznak a rendőrök, tehát lehet, hogy konkrétan a rendőrök láttak titeket. Figyelj már, nem elfelé. Nem tűnt fel, mikor eljöttük erre felé. Nem volt itt senki kint. Mondanám a telefonszámot magának. Bolász. Hé, cő! Volt egy rendőr. Hé, cső! Ja, szia, mi újság? Hát éppen elég nagy szalba vagyok, ember. Hol vagy? Azt most nem szabad elmondani, mert az titkos. És milyen szalba vagy? Hát nagy szalba, elég nagy szalba. Azt hittük, hogy jó lesz a telv, és kiderült, hogy kell B-telv, de nincs B-telv. Tudok segíteni? Hát nem tudom, lentől vagy nyomozó ilyesmi? Eddig sem. Lenne, hiszek neked. Taxis vagyok, hát tudod. Gyere már el a tequila előtt, kérlek, és nézd már meg, hány rendőr van, elől és hátul is. Jó. Most viccelt egyet a kollega, egy rendőrt.
Nézd meg, elő, állítól körbevették a helyet, és mi van elől és hátul hány lendül van, köci? Jó, oké. Szia. Tő. Hova francba? Ásíró bolhászon. Olyan jó hangszíne van, geci az RP-hez. De most előveszed a telefon. Fordulhatok meg arccal a kétit az üdvözlőkért. Köszönjük szépen. Nincs is benne tudni. Elküldtem, és megmutatom akkor itt a majom úrnak. Tessük, tetszik látni? Elküldtem. Rendes mondatban van. Hát most hogy hívja? Komolyan mondom, ilyen piti vibe baszke, egyszer vagyok éhes, azt akkor, hát, faszke. Hát látod, ezt kezdje nem. De, nem csak gondolom, hogy rákom, komolyan borok lennének vágok. Istenem, meg nyugod. Láthatatlan vagyok, jó? Istenem. Jó, a csita. A jó kis fej. Vagy mondtad? Mi? Na gyere, de most boxolni fogsz velem egyet, öcsém, gyere. Gyere, gyere. Akkor lehozzuk a rolót, aztán fogsz. Na gyere. Gyere! Teket mondom, gyere! Nem biztos, hogy jó ötlet, áú! Fáradj egy, de középre, gyere! Nem biztos, hogy jó ötlet boxolni most! Nem ütni, csak én! Áú! Áú! Ó! Áú! Na, gyere! Azt hittem felállok az LK lehoflon! Az igen! Ez nagyon fájt! Várj egy kicsit! Fel kell készülni rá! Áú! Boci, aki itál él majd, kifizetem, boci! Na! Szia! Na, cá! Hát én két-három kocsit láttam elől, a másik csak kilógott hátul a seggel, szóval négy kocsit számoltam, de egyből rám Csita? Egyben rám. Azt kéne megnézni, hogy, hogy hátul hányan vannak, meg elől, hogy... Jó, lemek! Cölögél megvan, cölögél! Vagy jó, az is jó, küldesz SMS-t! Jó, jó, oké. Okay. Képel, élte, cő! Jó, jogos, persze. Jogos volt. Bazd meg, kigáncsi. Na gyere! Hú, a francba! Na, azt hiszem, ezt megbeszéltük. Tehát azt mondta, hogy csinta vagyok. Halljátok, van kint egy embelem, a bolhász. Most nézzük meg, hány lendül van kint. Na jó, fogjuk meg ezeket a csávunkat, csajokat túszban. Most nézzük, hogy hány lendül. Kimegyünk belőlünk az autóba, húzzunk a picsába. Te faszomat, itt sérteket engem a gyerek? Itt a fegyver van rátartva, az beszólogat? Te másik is ugyanezt mondta, érted? Ezt mondtam, érted? Mit mondtál? Azt mondta, szima ügy? Ezt mondta, szima ügy, majd te így. Na, figyeljetek ide, érted? Gyere szívecském, majd ki kell nyitni az ajtót, érted? Egy jacket be kell engedni, jó? Jó, megyek. Yeah. De mit mondtál, most nem értem. Valaki elcsett úszó, érted? Valaki elcsett úszó, hogy ne legyen probléma. Megyek. Miért így csináljam állandóan ezeket? Jól vagy? Ó, francba. Szerintem nincs valami jól. Mehetünk. Az baj. Ne tazd már lám. Nem rád tartom, csak oda szaladtál. Én leestem fentlől, megszekérdezed, hogy vagyok? Én jót tévedtél, ugye? Nagyon vicces. Azt hittem fel tudok állni a pálkányra. Kérdezz már meg, hogy néha jó leszne. Ne tazd már nem azt a szalt. Tesszék. Nem akarok ma börtönbe menni, ma se élted. Azért tegnap megúsztam, de... Járvél magadról információkért, de te hallják? Szeretem cukszukkát, mindjárt egy bolhász. Jó nyomod. Mindjárt egy bolhász, hogy hányan vannak kint, élted? Király, király. Nagyon jó. Két ember a tetőn van. Nem tudok olvasni. Nem tudok olvasni. Hú, de nagy szarba vagyunk, geci. Elbét egy pár egység ide, mert valahol van egy kis pali. Boltos pali, azt mondja, azt a rendőr. Ráki a bátor rendőrre, mert azt mondta, hogy nem akar meg. Milyen lévőt mondta, hogy a pofázat, bevegyék, azt kiírok ki, túlsz a gecibe most. Helyez. Majd tárgyalni akartok, majd nyomás. El kell húzzam a passzára. Hát én kéne, bassz meg! Előni puccó! Sima húzzak a kintót! Né, szerintem is. Állni lehet. Tessék, hogy ne lehetne? Muszáj leülni. Nem. Pörögnek a percek, az órák. Na jó napot kívánok, akkor bemenne a fegyvertel túlszágya, amennyiben az opcionális önöknek. Jó, hát be... Mit írtál SMS-be? Két ember a tetőn van. Két ember a tetőn ész elől, hátul? Hátul van a kocink. Hátul egy piros. Egy zöld Audi van hátul, egy kicsi zöldecke, meg egy Jeep Grand Cherokee. Az a mi kocink, az a menekülő koci. Az a jó. Hát én látok egy másik autót, nem tudom, messze van az, hogy nem látok, de a rendőr a tetőn van, egy lejött a tetőről.
Értem. Két rendőr volt a tetőn. Jó napot kívánok! Valami majd... benzinkút, vagy nem tudom, mi van a tekrőla mellett. Értem. Értem. Számold össze kérlek az embereket lemben. Őszem, meg ott állnak a falnál. Próbálom. Fontos kérdés, hogy nekem azért egy ilyen dolgot kéne tudnom, hogy kik azok, akik önök, és kik azok, akik nem önök, hogy tudjak számolni. Lendülök a tetőn vannak. Két lendül a tetőn, ah, ilyesmi. Jó, répén adat. Úszok, ott állnak, maga mögött. Jó, de most itt sétálgat. Értem, jó. Tehát itt vannak a túszok, ugye? Igen. Ez a hat darab ember, valamint itt ez a hetedik, ugye? Ott van még, ott ült a... Akkor 8 túsz van. Igen. Így van. Értem. Akkor engedélyt kérnék, hogy rádiózzak. Na? Egy csípszerűség? A cip, Lenci Loki, meg egy... A rendőr a azt tartsa. Ott áll egy rendőr a fal mögött. De királlnak valahol, van egy hátsó kijárat, ami jelenleg be van zárva. Akkor különben két ember? Hátul kettőt látok. Jaj. Úgyhogy hátulról rendőrök nem tudnak bejönni, ha csak valaki nem szeretszer. Próbáld meg összeszámolni az összeszed kélek, jó? Akkor hátul... Van hátul két koci? Van hátul két kocsi. Ó, lemeg, menekülő koci. Jó, köci! Tudom, tudom. Szia! Tehát, hogy itt a 6 darab túlszejtő fegyverekkel, valamint gépfegyverekkel túlszulejtett 8 darab. Ne oldibáljon már! Csak nehogy elővillancsad. Ne oldibáljon már, kérem. Túlszulejtett 8 darab szemét. Itt a... Hátul két lendül fixen van ez. Most kaptam Bolászol az infót? Hallottatok amúgy engem? Hallunk, persze, jó, spanom. Előbb mondtam, hogy ha szereznek itt tekiralást, aki jelenleg még nem dolgozik, akkor azzal ki tudják nyitatni hátsó ajtó, és akkor beszoptuk a hátsó faszt, ha nem jön ide valaki még a hátsó ajtóhoz. Hogy felveszek egy fehér kis trikót, nem kell nagypofájúnak lenni. Vagy nem kell az orvos összeszedni. Jól van akkor. Na hol van a hátsó ajtó? Tudok rádiózni? Vagy az a hátsó ajtó, vagy fent. Jó van, tehát itt a hat elkövető azt szeretnék kérni, hogy az első... Ez zárva! ...aki összeesett és kinek a mentős. Mondjuk el nekik, hogy honnan jött nekünk ide a bejelentés, hogy honnan tudtuk meg azt, hogy ki kell jönnünk. Felmélem, nem valami kamu szöveggel basznak át minket. Megérkezett a mentős közben. Hát jó, mindjárt vigyelti ki a túsztárgyaló a csávót. Na te szék! Hogy kértek a tekilalától... Értem? Jó. Jobb arra. Megfogja megint? A sarkon áll egy rendőrkocsi. Rendőrkocsi? Ember, nem látok. Mert előtte. Hova mentek, Francia? A tető még mindig ott a parkolós tető, mindig Hello? Ott a rendőr. A parkoló, a parkolónak a tetén? Értem. Összesen hány rendőr lehet szerinted? Hát hátul kettő, elől a négyet láttam kb. Mikor elmentem a mott, még elől. Mi szerinted? Mennyi? Kocsi. Hát három kocsi van, négy. Kettő hátul, meg szerintem három rendőr elől. Vagy négy. Három, négy. Akkor körülbelül akkor a Silent-ből is? Beengedjük a mentést. Mindjárt. 7-8. Hozzá a kislányt, nyissuk ki az ajtót a mentősnek, meg legyen a sáv összeesik. Hogy összeesett már, mennyi múlszatok van? Hát jó szok. 8 azt hiszem, most hallottam, hogy mi ezt mi számot. 8. Hát kérhetek szabad utat. Kettő mentetek fel? Hát valami olyan mi leszok, hátul van a kuci. Olyan végettem. Hát mondjad nekik, hogy van hátul kis ember, túlszért cserébe jönne mindkettő. Jó, persze, de akkor csak figyeljed, érted, előle jönnek. Figyelem, persze. Én voltam az. Csörgök? Most beszéltem Bolásszal, hátul két lendül ólálkodik a tetőn, hiszen kb. 8 lendül van kint. Nézd, kéne túlszél azt kérni, hogy hátul ne legyenek lendülök. Csak lehet, hogy szögezlót ott laknak le, kocila. Ajaj, hát... Akkor a fegyver fogunk a fejük, és kis hittálunk velük. Kimegyünk, kint tárgyalunk. Nekünk háromszor elkapnak. Ja. Mert csak egy irányba, a parkolóból kifele menni. Ott a csávó az oszlop mellett. Jó, rendben. Ez várják utadat, annyi úgy, pont cumi, hogyha hátul megyünk ki. Hol a hát? Azt sem tudom, hol a kijárat. Ez az? Ez. Ezt kéne kinyitatni. Nem kéne kinyitatni ezt a fenti ajtót itt hátul kicsit kinézni? Akkor az összes rendőr, aki a tetőn van, illetve hátul bejön. Bebaszom, bejönne ember, hát kurva sok ember meghalna, érted?
A röpség érdekelték, azt mondták, hogy bejönnek így is, mondom, úgy kiabáltam ki, mondom, halló, fanyolsz, túlszom, mi az, hogy ti bejöttök? Őket nem érdekik, ők bejönnek. Mondom, az kurva érdekes. Istenem. Igaz, repdekeni egy mentőt. Teljesen mindegy élted. Valaki hátokat kell nyílni. Megkezdem az újraélesztést. Ezt csak bonyolultabbá teszi, hogy elviszünk 3 kiló répát innen a kibaszolók. A szájába. Az fog történni. Ide figyeljen, Hendő úr. Mi ebből a 8-10-ből hetet megfogunk, és kibalgunk az autókhoz. Ahogy odaéltünk az autókhoz, maguk tisztes távolságon belül esznek. Mi engedjük a túlszokat, és beülünk az autóba, és itt sem vagyunk. Hát mi nem veszünk magunkkal egyet? Azt a lózaszíningeset. Ez nem egy megoldás, hogy elviszik a túszt. Szerintem, de meg fogom kérdezni most az akcióparancsokat, és kapok rá választ. Csak még mindenek előtt. Na, nyugalom, azért akkor hát emesen dokinő. Megkérném, hogy a túlszúrat engedjük ki, aki teszem a testre. Van információ a majomnak a kérdésére? Van egy kis probléma, mi mit ne számoljuk bele a túszba, tehát úgy mondjuk, hogy hány darab túsz van, killek, köci. Ez fontos? Azért édeszem, ne kamozzunk a lendülőknek, nem lehet kamozni, hogy ő a túszunk, mikor nem isz. Azt csak a tekilalászok tudták, kamóból élted. Hát mi nem volt maszk, meg semmi, úgyhogy a rendőrök is úgy tudják. Értem, de nem lehet kamozni, édeszem. Ó, értem. Menjél, mondd meg neki, édesz. Először. Hát most mondtad rádióban. Határozott voltam? Hogy tetszett? Igen, határozott, teljesen határozott. Király. Pirci. Én most attól félek, rohadtul hátulva fognak berúbbanni nem sokkal. Hív, bolhász! Teszik! Négy rendőr hátul. És jött egy fehér kocsi, és jött négy fehér lendül hátul, így ezt mondd be? Látj, jobban négy lendül hátul, és jött egy fehér kocsi. Négy darab rendőr van hátul, és jött valami fehér autó. Lemek. Hú, a flancba. Na jó, nagy szalba vagyunk, bolhász. Le kell húzom a fejem. Csak lehúztam a fejem, és kidugom kicsit. Annyi, hogy a rádió, nem tudjuk, hogy jó-e, vagy nem jó. Néha rákaljátok egy célra, amit mondott. Fehér BMW? Szomorú. Ó, francba, szomorú. Okay. Jó, az egyik rendőr basztassa a kocsitokat. A kulva életben. Édeszem, gyorsan menj oda a rendőrhoz, de basztatják a Édeszem, basztatják a kocinkat, menjen oda gyorsan, szólj a rendőrnek, ne basztaszák a kocit. De hogy megyed. Menj mele, hogy ládiózom, ne basztasz. Kinyitották a kocit. Menj mele oda a rendőrök, az édeszem. Húszorban maradok a rádióba, jó? Édeszem. Basztatják a kocijainkat, menj valóda szólni a lendülnek, hogy ládiózom, menjenek onnan el. Na, mit mondtál, most mondja. Nem tudom, mert Ticia Csipó megállás neki mellettem. Édeszem, menj oda a lendülhöz, mert basztatják hátul a kocinkat, szólj már lendülnek. Persze, ki fogok szaladni. Jó napot kívánok! De az itti lendülnek, aki itt van bent, édeszem, hogy ládiózom, hogy menjenek a kociktól, meg kinyíljuk a túszt. Édeszem! Aj, de lasszú vagy, Istenem! Beszállt a vezetőülésbe. Beszállt a... Menjenek már a... Csík, amik kint vannak, miért... Lőd lábon az egyik túsz gyorsan. Most gyorsan ládióz be gyorsan. Menjenek a kocitól, mert ott nyitogatják. A hátsó? Tolat a koci, tolat a koci. Elviszik a kocit. Olyan azt kérjék, hogy adják az autókat, amik kint parkolnak. Lőj egy levegőbe, lőj egyet. Le fogják lőni a túszokat, éppen lőnek a levegőbe. Jó, a kurva életbe. Leugrott a tetőről, van három rendőr hátul. Három köcök lentől. Egyelőre szaladt, visszaszalad. Eladták a kocit? Lehúzom a fejemet, nem, de valami ügyköltek vele. Már most visszahúzom a fejemet. Kidugom, és csak egyik rendőr fölment a tekilon a tetejére. Értem. Hát akkor is. Istenem! Imádom ezt a cajt, érted? Olyan lasszulni, mint a tej. Kis butusz, lomalány. Ú, de olyan szegge van. Ó, bolász. Ú, lemek. Most lehúzom a fejemet, mert... Lehúzom a fejemet. Kicsit kidugom, csak a szemem látszódjunk. Kicsit kidugom, hogy a szemem látszódjunk. Most a két kocsit ezt megbasztották. Kinyitottam mindkettőnek az ajtóját. Be van csukva most. De szerintem ki van nyitva. Föltörte, vagy nem tudom. Lesz ez áltuk. Ja,
de valami basztatott vele. Hát csak nem adta ki a CD-t, írtad, hogy a pendrive-ot. Vagy rakott bele nyomkövetőt. Teszik. Nem tudom, lehet rakott bele nyomkövetőt, ha de van nekik. Milyen veszélyes fegyver, tehát te miért? Na, tehát azért tisztázzuk a habokat. Egyelően most még mi van? Nézi át a bokrokat. Á, értem. Tudod, hogy miért, mert infosztál? Infosztál, érted. Infosztál, és akkor azt hiszi, valaki kim van. Most nézik át a boklokat, csak mondom. Jó, hogy nem tudok egyszerre rádiózni, meg telefonálni? Basz meg. A pisztoly szemű. A pisztoly szemű. Nagyon nagy szarba vagyunk. Hát... Nézzük át a boklokat, édeszem. Eddig elég nagy csalódás ez a rendőr csávó. Kérjünk újat. Lehet, hogy visszamaradott Ilodiszta. Seggfej amúgy. Azt mondja, a rendőr élete legelsően nem mered túlszni. Valamint, hogyha hongálták a kocsit, szeljék meg. Olyan érzésem, mint hogyha nem hallanák a rádión. Beültek a kociba, basszatták meg, meg tolatgattak vele, ilyesmi. Azonnal intézem elnézést. És most a boklokat nézegetik, hát azt nézhetitek, öcém, a kis boklokat. Jó a picába, mennyit fogok ülni, Istenem. Kóval sokan csak szólok. Édesvízszerem. Betok rádiózni? Persze. Tehát akkor még egyszer felteszem a kérdést, hogy az autóknak a molesztását, amelyek a tekilala mögött vagy előtt állnak, abban lettek hagyva. Istenem. Mi a... Csak nem hallottam a választ. Viszont akkor elmondanám a követeléseiket. Tehát az lenne a dolog, hogy itt megfognának az elkövetők mindegyikőjük egy-egy túszt, kimennének velük, és beülnek az autókba, és egy darab túszt elvinnének. Szerintem elkap. Csak az a lényeg, hogy Mimit nem mondhatjuk túsznak, értitek? Nem az utatunk, hogy ő túszocka. Őt itt kell hagyni, más kell elvinni. Tiszta sor. Istenem. Hát ez kulvál a jó tel volt. Laboljuk ki a tekilát, mi? Francia. Sem érted, hát el nem számoltunk, de nagyon jók vagyunk még eddig, érted? És hogy fogunk megmenekülni, mivel? Nincs telekocink, szeszem. Várjál, hát tudom, hogy beobbadtunk, nem az a lényeg. Mi nem jöhet velünk, érted? Én tudom, a kulvála. Ez probléma is, nincsen rajta maszk, hogy oldjuk meg. Szemit, elmegyünk, elviszünk egy mászikat, ő meg haza szétáll. Van nálam Stukkel, jó szok Stukkel. Jó. Teszik. Kinyittatom a kulvála félek ember. A csajszival kinyittatom ezt az ajtót, kinyitunk való... hátra. Ne idegesítsél, tehát így is elég ideges vagyok. Már így bolász. Teszik. Pass meg. A kék BMW az ki? A fingom szint. Itt egy kék ló, rendőr. Nem szokál, hogy kimegyünk, és nem itt szokál, hogy kimegyünk. Leleplezt, kocsimat leleplezték, majdnem engem is. Most itt egy kocsit, kék BMW, kihajultam, azt megnéztem, de én szerintem kicsit odéfutok, mert jó. Engem nagyon megszoptatnak. Mert hogy... taxis vagyok, és tudod, nem szeretnek. Hölgyeim, uraim, melyik öltök fel 320 eurót a fehéringes csávótól? Csak még a ruhámat is elhagytam, levetkőztem, hogy lehet. Ja, most már hazudozik, és őt vigyük. Nem szakállam, megyünk ki, a túszukkal a fegyvert tartunk, ilyesmi. Ülj a kociba. Várj egy helikoptert, nem tudok kocsiba lenni. Helikopter? Helikopter. Lendőrszegi helikopter? Nem tudom. Az kurva jó lenne megtudnod, érted? Mert az nem mindegy. Szerintem igen, mert ott köröz, ahol én voltam, tudod. Jó, nézzük, hogy lendül székje. Hallom minden a Szilinát. Gaci. Lehet, hogy van egy lendül széki helikopteris. Hát, túl nem biztos, hogy ez jó lett. Lehet, hogy van egy lendül széki helikopteris. Itt vagyunk mögötted. Még várjatok, mert lehet, hogy van egy lendül széki helikopter. Ó, kimegyünk nézni, érted? Szerintetek? Már minden. Bevettek ezek most űrhajót is, hogy milyen faszkodnak? Nem hallottok, van egy lendül széki helikopter! Az kicsit túltolják, nem? Az. Van egy rendőrségi helikopter. Rendőrségi helikopter van. El kéne küldeni rendőrségi helikoptert. Engedd el, érted, inkább nem. Elengedem. El kéne küldeni helikoptert. 8-20 van, addig 20 perc alatt egyet tudtuk hát kivinni. Hát ezt nem hiszem el. Mert baszakodnak. Majd mocka. Mit kegyeztél meg a nagy pénzabásból, amikor megnéztünk? Hogy mit kell csinálni, érted? Most nem hallottok engem, vagy mi a lákom van? Van egy rendőrségi helikopter, el kell küldeni. De hallottok, azt milyen fasz jelent? Jó, érted, de mit kegyeztél meg a nagy pénzabásból? Akkor vigyék ki a két embert. A rendőrségi helikoptert el kell küldeni a picába. Hó, rendőr úr, ilyenkor mi van a nagy pénzabásba? Már helikopter is van. Nem tudom meg mindent most.
adott irányba, ki fogunk menni úgy, hogy egy-két embert, hát sajnos fegyvert fogunk a fejükhez, mert nem fogok egy ilyen kötelet rákötni a kezére, hogy úgy húzkodom magam után, mint valami kutyát. Uh-huh. Beülünk az autókba, és elhajtunk, és bízunk abban, nem lesznek olyanok, hogy bedobozoltak minket a parkolóban, de ha kell... Mi az, ez jól vagy, Lemek? Minden oké. Okay. Istenem. Pontosan ezt milyen sorrendben szeretnék, hogyan... Na, ő mitől? Hát ő hordja itt a nadrágot. Magánál van fegyver, nem nálunk. Hát igen, ész elkapnak. Mit csináljak? Ti mit csinálnátok? Hát én a helyedből összeszorítanám utána a farpofáimat. Az biztos, az biztos. Találj ki egy kabusztorit gyorsan magadba a bélyedernek. Vedd le a maszkot és állj be közé, túszla. Na akkor beköptök az a baj. Vedd le a pólót, és akkor nem fogjuk tudni, hogy te vagy az. Várjál, figyelj, és elvileg most azt mondták, hogy engem magukkal visznek, hát te úgyis ismered őket. Legyél te az, akit magukkal visznek, érted? És akkor tök jó. Az nem jó érted. A rendőrök azt hiszik, hogy túlsz vagy, az kész, érted? Az nem jó, nem szabad érted. Nincs egy ügyvédiszvelő összötök? Nincs. Oh. De ha szeretnél, leszek ügyvéd. De van is kereken szóval, nulla ismerősem hát van. Hát nincs. Kereken nulla mail? Hát én ilyen magányos farkas vagyok, tudod. Járom a világot. De azt nem légyen cirálták? Nem csak fasság, nem. Igazából az egész fasság, igazából csak nem tudok barátkozni, nem szeretek engem az emberek. Antiszociális vagy. Van egy picit? Igen. Köszék. Meg én vagyok az bolhás. Megvan, én kérdezni azt, hogy mennyit kérnénk, hogy elmenjenek a helikopter. Helikopter mindig ott köröz. Értem. Maradj egy kicsit a közelbe. Maradj egy kicsit a közelbe, mert most lehet, hogy elküldjük a helikoptert, és meg kéne... Menj a lendülőszékhez kocival, kérlek. Ellopták. Akkor szelezzek kocit. Jön a taxis kollégám. Jó, Lemek, menjetek a lendülőszékhez, és nézzétek, hogy visszalepül a helikopter lentben. Most nem látom, itt már. Értem. Fölmegyek egy magas háztetőn. De hallom. Jó, a kollégától... Akkor menjetek a lendülőszékre. Jó. Jó, és ott nézzétek a helikoptert, okay. És majd azonnal cölögél, hogyha leszállt a helikopter. És legyetek kociban, mert lehet, hogy kell majd segítség, ilyesmi. Oké. Jó, cső. Cső. Az aztán hiszem, most megy vissza a bolhász a kollégáival a lendülőszékre, és nézni fogják, hogy visszalepült-e a helikopter, hogyha elküldtük. Kérte, leinfózza, Lemek? Ma édesem, hát ma se kúrunk. Hát, max a börtönbe kúrunk, érted? Nagyon sokat fogunk kapni, érted? Majd megint kidugod a kis kukikádat a cellán, hogy lássam. Nagy vagyok. Te is megmutod a cöcöt, már év. Jó bolász. Te szik? Helikoptert már nem hallani. Mit már helikopter? Nem hallom már. Helikopter, mire elment. Jó, leteszlek majd itt a fogorom. Jó, cö. Nem biztos, hogy elment a helikopter, csak nem hallja, itt van valamilyen háztetőn édeszem, csak nem hallja, de azt még nem látok, hogy visszalepül. Hova mentek? Nem hallott már a rádióba? Mi hallottalak édesz? Ja, jó. Akkor be is fejeztem a rádiót, mert a századjára basszik válaszolni mindenki. Szállnak az utasok, a következő túsz is elengedve. A maradék kettő meg akkor lesz elengedve, annak reményében, nagy lelkűen, hogy fair play-t fog a rendőrség közölni velünk szemben. Tehát nem lesznek szögesek 5 méter múlva. Aztán jó, lesz tehát akkor éjszak fel szeretnének menni, ugye? Így meg, kivegyünk a parkolóból és balra, most milyen kibaszott nehéz ezen, egy kiállata van. Jó, érthető, ez lett leközölve, ugye. Hát már kezd fölbaszódni az agyam, és nincs nálam semmilyen nyugtató. Nincs valakinek kis szódabikarbóna. Tehát én nálam nincsen, ne haragudjál. Mi lettél ilyen szokat? Nem fájnak kis pocit. Tehát akkor a helikoptert vissza lesz küldve, ugye? Mert akkor két tuszt ki is engedhetem, vagy még nem? Csak mondom, hogy őszemek vannak. Nem száll vissza a helikopter, akkor itt mit is kell, mit is mondjak? Mi lesz? Megölj mindenkit ilyenkel. Ki lesz nyilva valaki? Hát, hogy a vadőr. Na ne basszakodjunk, mert tényleg mindenkinek tele van mocitója. Szép fognak szopatni. Hát valószínű, hogy ügyészte majd... Érde hogy van a Nászos úr? Jobb már? Hát egy lesz alap a helyzet, szerintem egy lesz alap. Dobj egy sört, biztos akkor lenyugodnál. Nem szeretem a szőlt. Tekilát esetleg? Jégert? Azt szeretem. Az a baj, hogyha önideges, az nekünk sem jó. Nem.
Nincs is betülve, azt tudjuk nem. Mi golyó sincs benne? Nem az, de tehát, hogyha emberileg megérted, szóval, hogy ne legyél ideges, nyugodj meg, toljad az arcunkba, érted? Te vagy itt a király. Most mi nagyon félünk tőled. Nincs fegyver a... Vagy miért nincs fegyver? Mi ez? Nincs... Tál, nincsen izé? Én szuker nélkül jöttem ide ember, ezt tőletek szóltam. Ott adod akkor? Megnézhetem. A zebrás adjon bele töltény neki. Tudjon lövöldözni. Hát csak adod oda, hadd nézzem meg. Most te tudod velem kezdeni. Osztál bibikon lehetünk bárki. Nehogy odaad neki, mert érde lövöm. No. Te csak adod oda, most nem tudok valamit csinálni. Most... Tényleg adjam oda neki? Én szívesen odaadom megnézni, érted? Hát tudom, hát most hadd nézzem meg, hogy szértem. Légy már oda vissza a falhoz, mert most már kapsz egy. Hát de... Ne hát de, még egyszer megszól, azt tényleg térdel rúglak. Háj. Bocsánat, mozoghatok egy kört, mert ki fognak toloncolni. Kérlek, fáradj vissza akkor. Ja, mozogjatok, igen. Hát értelmi, szíves, jó. Ugrok egyet, jó, ne öljetek meg. Igen, ugorjatok, jó, ugorjatok. Még mindent tornázzatok. Akkor most nyugodj egy kupak tanácsot. Az a baj, nem értem, hogy mondom, mindenki beszél úr. Szeretek. Rádiózok a többieknek. Szeretek elegáns ruhába jelenni. Figyeljetek, akkor elmondom, mit megkérve megedik a tárgyalóval, és reméljük, hogy teljesíteni fogják a kéréseinket. Kimegyünk azon az állítólagos hátsó ajtón az összes busszal. Négy darabot megfogunk fegyvertartva a homlokához. Ami baj, szeretnék fontosan. Egyet elengedünk akkor, mikor az első autó irányba áll, és beszáll mindegyik utas. A második túszt akkor engedjük el, amikor beszáll három darab utas, illetve a negyedik ember, aki fogja a fegyvert a következő csávó fejéhez. A maradék kettőt meg megkapják azért, hogy ne legyen 50 méter, illetve egy kilométer múlva se szöges drót azon az útvonalon, amin el fogunk haladni. Esetleg valami más vélemény? Ha nincs, ez jó hangzik, próbáljuk még. Többiek, hallgatás, beleegyezés? Én fingószint, én be vagyok szólva. Én is, de muszáj kimenni innen, mert már kezd sok lenni. Na jó, akkor hány fegyver, egy fegyver nálam, még egy fegyver. Mi dinamikusak vagyunk, előre gondolkodunk, amit te ezt leközlöm. Bent veszik még. Bent, persze, nem szokkal, nem megyünk ki, miért? Ki jön velem? Csak kérdezem. Az helikoptert nem látok. Nem ment vissza a PTL helikopter? Nem tudom. Szerintem visszament. És ki fog örökkel menni? A lendőrszégle? Szerintem igen, még nem vagyok ott. Látjózz már be, hogy nem ment el a helikopter, szerintem. A helikopterre nem te érted, nem szállt vissza a bázisra. Most láttam az infót. Amikor ott állt, akkor egyet eltakart az oszlop. Buzi, köcögök! Nem probléma. Ott van még. Nem baszakodjanak már szöges drótok. Hogy éltek? Szeretném megkérdezni. Hát a... izé jó. A kocsi. Vagy a helikopter, hallod még? Én nem mondom, én bent vagyok, ember. Ja. Mindjárt. Elnézzük a rendőrségre, jó? Visszaillak. Jó, persze, cő. Szia. Ó, flacba. Lakunk egy kis képet? Nem, mert kiírja a nevedét, ne. Én teszem, lájkolom már Miminek a kis képét, nem lájkolta senki. Mindjárt lájkolom, érted? Csak egyéb gondolkozzak, hogy vonom magamhoz. Miért? Már most szimbolálsz. De szék? Rendőrség tetején nem látom. Vagy elment, elvitték a reptére, vagy ott valahol még száll. Tartsz egy kicsit? Francia, mit tudom, miért nem megy... Kis majom, miért nem megy vissza a helikopter? Mert az volt állítólag a kérése a majomnak, hogy csak az akcióban nem egy eljesz életed. Értem, nem is fog visszamenni, most kaptam az infót. Nem csak ez volt a kérdés, tudtuk a többen. Hát ez vagy neki egy 20 élete forog kockán, uram. Szerintem megoldottak, nem én lendezem, érted? Jó lendben, bármi van, akkor írok SMS-t, jó? Oké. Cső. Jó. Cső. Na. Ja. Csak nehogy hosszú enged, de utána jött. Azt mondja, hogy... Hát... Gyerekek... Ez nem kis... Ez... Itt hagytak, vagy mi a geci? Ó, picám, mert beszartam. Dolgozom, mert dolgozom, hát dolgozol, édeszem.
A helyzet az, hogy próbáltuk letisztázni, azért az egy... Mert elnézsz, hogy pisil nem kell. Neked is. Pisil a szorokba. De nem van, hogy ott egy üres üveg mögötted. Igen, 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 de... Hova? Ananász! Ott van szembe WC! Megnézhetem akkor azt a kis cuki! Manisz nálam, cojnám! Aninc, nincs, a picába! A mi feltételeinkbe pedig... Megtehetnék, hogy levöltözzük, mégsem... Mennyi piszíni, nyugodtan, mennyi? Jó. Tehát itt az úr azt mondja, hogy szeretnének menni, mert már későre jár, és nem megyünk bele a feltételébe, pedig lövöltözhetnének, mint egy idióták, pedig nem is teszik. Ezt mondta az úr. Nem ez a WC? De most mi jó, a mehetnek prob... kifele, mehetnek kifele, azt mondta jó, nekem. Jó, elmondta, te. Hogy hogyan megyünk ki, mert nem voltam itt akkor. Igen, elmondtam. És mi volt rá a válaszuk? Az volt a válasz, hogy rendben van, viszont annyi lenne még a kérdés, amiért kimennek, hogy pontosan még egyszer, pontról pontra vázoldaljál minden egyes részét annak, hogy kimennek. Tehát kiviszük a 4 túszt, abból 2 el fognak engedni azért, hogy... Na, jó van, jó van, jó, elmondom. Fogják meg azokat a kurva autókat, amelyik üldözik ezt a 2 SUV-t, álljanak be ide a kereszteződésbe, ugye? Nem tudom, hányan akarnak üldözni minket, 70-en, vagy csak úgy 4 autóval, 4 egységgel. Nem tudom olyan pontosan, nincs valami információ. Jó, álljon föl az a 4 autó, mint egy normál ilyen boltrablás, nem, mert kb. Ez egy boltrablás. Kimegyünk, és csak azért lesznek a túszok nálunk főnök, hogy ne lövöltözzetek minket szarra. Igen, ezt amikor tudom. Az csak... utolsó... Tehát 2 embert már előre, vagy 1 embert, bocsánat, mert elszámoltam magamat. 1 embert már kint egyből elengedünk, hogy ne legyen szöges drót abban az irányban, ahol megyünk. Marad értem. 4. Marad 4. Akiket egyesével fogunk elengedni, ahogyan töltjük fel a gépjárműveket, amikkel megyünk el. Értem. Tehát akkor megint le kéne hádiazom, mert nem pontosan ez volt megbeszélve, hanem 4 darab túsz van. Hát pedig elmondtam már 3-szor. Igen, a hány darab, maga hány darab túsz van? 5 darab túsz van főnök. De maga 4-ről beszélt ugyan. Tehát, hogy... Persze, 4-nek lesz a fehéhez tartva egy kibaszott fegyver. Jól van. Hát vissza be. És komolyan, gangsterked nem kell nekem? Én nekem? Nem nekem? Kell, nem kell. Nem kell, uram, nyugodjon meg. Mégis kihozzátok az állatot belőle. Tehát akkor lehádiozzám, hogy pontosan mit szeretnek az urak. Ki fognak menni 5 darab túszszal, abból 4-hez lesz a fehéhez tartva fegyver. És az egyik túsz azért fogják odaadni kint, hogy ne legyen abba az irányba, amelyre mennek szöges drót. Tehát ez lesz itt a lényeg, és a többi 4-et akkor fogják elengedni, hogy töltik fel az autókat a saját embereikkel. Már jár az agyuk, hogy kb. Mit lehet kibaszni, ebből mit hagytam ki? Látjátok, ilyenek a rendőrök. Ilyenek bízom. Te mondjátok, van még túszunk feltételek, hát itt amíg fegyver van a fejükhöz tartva, addig be tudunk szállni a kocsikbe. Ja, az jó ötlet. Kéne a majmoszkának szóda bikarbóna? Szóda bikarbóna? Szépen elhúztam. Hát minden túsz, minden szögesdót fel van szedve, tehát az egy túsz az igazából ki is mehet akár most is, ugye? Nem, egyszerre megyünk. Nem kell kimenjen, megérthető, csak én elmondtam, azt mondtam, hogy ki mehetne. Tehát, hol a Mississihajú caj? Igazából mehetnek, mert el van készítve, a szögesdót fel van szedve. Mögötted van még egy. A másik a túszlóz az ilyen, hogy caj. Kiengedtük már érted. Hát ő már régen nem. Na, fogjuk meg akkor az emberkéket. Hú. Megfogják az elkövetők, az új emberek. Mi már összelőttünk, megfoglak, jó? Mennyi el, Tina, érted? Mennyi el? Gondolom, hogy valami csaj jön. Oszolj már. Tessék. Istenem. Azt a milyen volt vagyok, bocsánat. Ne véd, Istenem. Annyi kérdés, amíg lehetne, hogy kinyissák itt a tequila a bejáratát elő? Mielőtt elmennek? Majd kinyitja, itt van az ember, akinél van a kulcs. Őt engedjük el legelőször. Teszik! Azért átlép az a galakkal, ilyesmi. Nem azt mondtam, hogy vele, hanem az asszonyjal otthon. Fogjátok már meg azt a kettőt. Engem még fogjon meg valaki. Ön majomúr? Majomúr, fogd már meg! Te sétálsz előttem érteni, nem fogdozzal ki érted. Összeszedem az ingedet érted. Így? Így jó? Persze. Indulhatunk a hátsó kiárat felé? Geci, az elkövetők elindulnának a hátsó kiárat felé, az opció? Nem opció, ez a feltétel, hát már elég de már ugye, ez csak egy feltétel, mehetnek. Kíváncsi vagyok, mi fogod akit fogadni minket. Na gyerünk, Pina, érted, te jössz utánunk. Na, arra, másik irányban vagyok előre, én akkor nincs itt van a kulcsos. Istenem! Pina! Drága barátunk, engem fenyeget ismételtem. Nem a pasikat, megint a nőt. Köszönöm, Miski. Jó felé vagyok? Mit azt hittem, meg se szólaltam. Mit csinál? A drága barátunk, majd kint mondom a nevét, egyből engem fenyeget, megint a nőt, bazd meg, annyira nagy kibaszott gangster. De ki tudod? Tehát kettőt találhatsz, meg fenyeget, meg mindig engem meg, amikor valaki mással van problémája.
A kurva nagy gengszterke. A fingom szint, istenem. Hú, de ez kurva el a faszok. Jézus, mit csináljak? Én elfutok, basz meg. Úszta, kurva nagy bo... Engedélyt csinálok. Hát erre biztos. Hallod, szerintem még két alak faszt az egyet, ahogy... Gyorsan. Tehát, ja, hol a... Rózsaszilinges mehet a szöges drótok egy cserébe. Hol a túlsztárgyaló? Mennyi el, tehát hol... Hát a levalamelyik kocsi felé, itt új előtt. Sárga hajú, te is mennyi el, tehát te is mennyi el. Hova menjek, melyik rányba? Oda a rózsaszín után. Túlsztárgyaló az el, mint a faszom. Szálljatok be a kocsiba gyorsan. Én szerintem... arra elfutok. Picába! Menjetek a pöltönbe! Én leszalom! Szia! Bolasz, gyere értem! Elfutottam, érted? Gyere értem! Értem, jövök. Te kilan a felett ilyen kis út, mindjárt küldök egy CPS-t. Vannak rendőrök még? A fingos itt mindjárt elkezdik őket üldözni. Elbújok, persze, tő. Szia. Ne megyek börtönbe, ez nagyon nagy börtön. Jó a picába. Jó a francba. Mit csináljak? Egy hely még hátul, itt van. Na. Funkinál nézhetitek az üldözés, jó? Aló, te hol szék? Vagy, hol vagy? Szóval, valaki fut mellettem. Én vagyok el. Áj, itt vagyok, cábulász! Gyere, bassz meg! Megúszom, bassz meg! Szerintem látom, gyere. Jó a vélbe! Csak pattanj, 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 fordulj meg és visszafele menjünk. Ó, lemek. Itt vagyok, édesz! Kötd be magadat. Kösed be magadat. Bekötöttem persze. Itt vagyok, édeszem. Mi a szájszel? Bazzak, hát, mi a fasz csinálsz, geci? A gangster vagy a bólász. Jó van, bazzak, tudom, de geci. Érted, te killala minden ilyesmi, éljük az utca életet. Legalább nálad van a pénz. A kurva életben, még a szukert szodattam a cajnak. Szeminiszállam ember. Isten. A flancba, mondd valaki, szereszem egy pár tercit. Mondd, egy Samsung is. De passz meg, nálad van a pénz, vagy sem? Nézzelem, zé. Kéné van a pénz? A fingobszint. Haló, Ládió, megmenekültem, Ládió. Mondjad, édes. Hogy vagy, édesem, elkaptak? Mi tudunk segíteni? Kettő autó. Egy hely van. Most megyünk a... izé fele, munkaügyi fele. Munkaügyi fele mennek. Arkádiusz. Arkádiusz. Arkádiusz alatt átmegyünk. Megforduljak, menjünk oda? Belválasz. Belválasz. Te elszaladtál? Az Arkádiusz van. Látták az arcod? Nekem nem, én nekem nem láttak, én tiszta vagyok ember, teljesen tiszta. Hú, francba. Sietősre vegyem, vagy szépen óvatosan? Édesem, én teljesen elmenekültem. Várjál. Teljesen elmenekültem, bekaphatják a falkam a zekert, csak a... Oda nézzünk el. A Szőlősz Malinak adtam a fegyvereket. Vele mi a szájsz, én nincs Ládi? Nem foglalták le ezek a vadökörök. Édesem, jelentkez, édes? Azok majdnem elkaptak engem. Meg kell állom, hogy adok szét. Mennyit kérsz? Nem, most megbeszéljük a végén. Az összeset. Teszik. Megbeszéljük a végén. Hú, picába, ez nagyon lázós volt. Elkaptak mindenkit. Nekem tudod? Elkaptak mindenkit. Kapnék, hogy rende. Én meg a lezárás előtt egy fél percet mentem. Vissza.
Hú, a flaszba. Itt, ott be, itt be jobbra. Jó garázs? Aha. Itt. Ott van. Édeszem, jelentkezz, látjon, édesz. Láttam. Mondjad, édesz. Azt hittem, baj van, szóltam, édeszem. Jön a rendőr. Te elszaltál, mi? Pattanj be. Hú, mit teszik? Gondoltam. Ide, pattanj el. Gyere utána. Rendben. Keci, összetörték ezek a köcsülök. Kikukott a lámpa is, hallottam. Most mi van, kiküldött Kordit? Kimész hívásra? Ezek szerintem ilyen, imádkozz egyet. Az segít. Szoblafalkam, hogy mondhatsz ilyet a cajomnak, kérdőjel? Már egy picit. SMS-t írtam. Szia, igen, elindult a taxis kollégám, csak történt egy kis dolog. Elkezdett Harry Potterezni a kocsi, és imádkozik egyet. Én megmondom, csak Liko írta, hogy adjak Falkot a Balátonnak, hogy beszéljen Liko a normál. Szóval mi szerintem neki kinyalja a szeggel, hogy beszél vele, ilyesmi, megvittem. Várj egy picit. Én üzentem a Vájtos fejeltet, hogy a gettónak kell állítom. Toltál nyimát, Liko? Igen, megjeleztem az ügyfélnek, menjetek csak, mint... Jó, oké. Okay. Hú, picába. Ó, geci fasz. Szomjasz vagyok. Jó, kiszálladtam, nagyon fosztam, érte jó be voltam szalva, de azért kinyílják a szekkem. Azt... Azt kívül. Most kiné van a pénz? Mimi Ládion vagy? Igen, most szabadultam, kell valakiért menni? Itt ülök, bol leszel a kociba, csak ölözél egy kicsit, hát ha kell majd valakiért menni, érted, vagy átszállni, ilyesmi. És merre? Mi történik? A fingomszint valahol a válaszba, észre tudom. Fingomszint. Nem tudom, hol ház. Nem tudom. Francia, jelentkezz Ládion? Most segítsünk. Küldjön Kordit. Küldjél Kordit, elmegyünk alla. Taxira küldett Kordit. Ugye, még meg vagy jó. Tina küldjél Kordit, jó? Kapom a Kordit mindjárt. Jó. Megállunk addig. Egyébként a szavagunkat, hát jöjjön ki. Mennyi pénzt, nem tudom, mennyi pénzt vettetek ki? A fingos, itt nem is posztolom volt zé, hanem csak kajapia, meg fegyver, pár fegyver. Ja. A flancba. Na, most megfenyi... Liko azt mondta, meg lehet össze-vissza fog venni, mert ilyet írtam neki, mert megvittem az édeszem. Mondd már neki, hogy hívjon fel engem, érted? A lényeg az az, hogy a fehér ing és az egy rendőr volt. Bocsi, csak ne beszélj a cajommal. Ő nincs rendőr? Köszönöm. Hívj fel Flanciát. Na, itt voltak. Látom már. Mi voltunk itt a szőtét Melcivel? Olajtatok van egy helikopterész, ahogy látom lész az üldözészben is. Jó, hát hol van itt a... Kire kellett jönni? Te szék, bolász. Kire kellett ide jönni? Szenkél. Ne basszál fel. Hát az üldözész. Azt néztük meg, érted, hogy segítsünk. Ja, bazeg, akkor ezt mondjuk. Ah, gondoltam, hogy egy darabig még bírja az autó, még egész jó állunk üzemanyaggal. Egy ember kell az a kovágó terphez egy olyan autóval, amiben beférünk még mi is hárman, érted? Kovágó telep. De telepjálok-e vagy ilyen lelakott német szal? Nem tudom, érted, nem tudom. Hozzá valami jó gyors kocsit, érted? Bol lesz egy gyors koci? Ez. Ez gyors koci? Megy, igen. Rammal tudok menni.
Figyeljetek, itt ül mellettem Bólaház, neki van egy jó szkocia, megadom Flacia neked a telci számot is. Küldesz neki majd GPS, meg tudom cizzátom. Bólaház, megy fel a lágy... Vonalkász ládió. Ládió vonalakat kell beírni. Jó, de milyen vonal? Á, ja, vonalka. 100%-i üzemanyaguk van. Tisztelj, te is jelent, csak kevesebb, mint fél éltel. Punci, érted? Várjál, itt van Francia telci számú, nézzak meg. Igen. Nem tudom, mondjad valami helyet érted, ahol ezt meg tudjuk ejteni. Vagy küldjön a taxis egy SMS-ot. Kellene. Mert ezek jönnek közösszem. Teszik. Aha, látom. Jó, mindjárt beírom. Flancia, küldj a taxisztra egy SMS-t, és akkor megy majd érted Bólaház. Próbál segíteni. Engem vigyél a haza... Van pozícióval kéne menni Bólaháznak, és neki kéne küldeni nekünk egy kérted. Persze, csak ő... Neked kéne SMS-t küldeni. Jó, mindjárt. Mindjárt hív. De három személyikkel, én feleslege vagyok. Taxi társasághoz kell mennem esnek. Ó, tudod hova menjen érted? A Hekkeltik autópályára. A benzinkút volt. Be vagyok írva. A legkeleti autópálya benzinkút. Írj egy SMS-t taxira. Adja nekem egy taxiszkocit. Ha ott a cici. Várjál, mert most jöttünk a taxiállomás. Taxis kocsiban, fuvarral. Menjen oda a Hekkeltik autópályán. Bejelöltem, menj oda gyorsan. Nem, sajj be. Szóljatok, ha ott van. Jó, megyek. Sajj ki. Meztem azt itt kocit. Mindjárt jön először Nikó, jó? Jó, lemeg. Indult. Na, pattanj be. Hova menjünk? A Fingopszic. Jól vagytok? Külső-keleti benzinkút. Ó, oké, akkor az izé lesz, mi? Valamelyik társad. Várj, törődnek. Hívj Bólaház. Halló, te szék? Bassza fel a menni a telefon, keci. Te szék? Nem veszi fel a telefon. Várj, beszólok Ládión. Jó. Halló, Ládió, Bólaház már ott van. Elkapták őket, ahogy látom. Ki ment a keletire? Mimik, ugye nekem egy GPS, megyünk oda. Szerintem elkapták őket. Nincs meg a telci számom. Cokkolikából áll, kötekedősz jellel. Ó, a picába. Akkor merre menjünk? A Fingopszinc. Mert amúgy jött a taxis számra egy SMS, hogy legkeletibb autópálya benzinkút. Megkaptad? Hú, picába alla. Megkaptam, okay. Persze! Na most tudod, hogy mit kéne csinálni? Te vagy az ügyfél, te mondod? Miért nem lőttetek most? Miért nem lőttetek, Istenem? Mondtam, lőjétek szét! Cálikó! Hallgatlan. Hát csak mondom, hogy az a kurva nagy helyzet, kiloboltuk a tekilalát. És akkor mi a falkam van? A másik? Kulvaszok! Maladjátszod be, mert most én beszélek! A másik! Leszárom, hogy szépen. Másik, kulvaszok, túlszunk volt, érted? És ha még egyszer, Likó, nem érdekel mekkora gengszel vagy, ha még egyszer ilyet írsz a nőm le, kicsinálok. Oda megyek mellé, és szétlőgöm a kulva fejed, megértetted? De most nem ezért hívtad. Nem érdekel, nem érdekel. Azért hívtalak, mert kérek ki segítség? Ja, most meg segítgessek, aha. Nem akarok ember! Megadni, ne írjám el ilyet a cajomnak, hogy fasz kell neki, ember! A te cajodnak kell fasz, az én falkam. Még a te cajodat sem tudod megkúrni. Azért, mert még ma akartunk kúrni, csak megint elkapták a lendülők. Szét kell ölni a picába őket, érted? Ó, ki kéne szabadítani, most mennek a lendőrszék le. Ja, ilyenkor legyek, passzagyerek. Szegítsetek már! Jó, most ne legyél már fennakadva, Istenem, szegítsél már! Nem egy orszokban ez a német szal, taxiszul? Dehogy nem, egy szabadba kerül. Hát akkor... szegítsetek már, viszik be őket a lendőrszégné hátul, fegyveleszétek le, elmondom miért. Meg volt umcizva, túlsziszadtunk, hogy ne legyen helikopter, még is volt. Meg interceptolok, meg minden falkam. De az egy baj van, hogy kicsit már bővít. Nem baj, ki kell szabadítani a cajom, érted? A franciát leszalom. Igen, telegrácsuk. Szegítsetek, menjetek már oda. Fél, hogy fegyegetést.
meg a csajod is írkálja neki. Még itt vannak, még menjetek, még itt vannak, még menjetek, még lesz időtök, itt vannak a külső keletin. Menjetek, kérlek. Sokan, sokan menjetek, Likó, fegyverekkel. Mennyi a faszom van? Hát, hány rendőrt látott, taxiszul? 3 vagy 4 autó, 2-3 rendőrrel minimum. Körülbelül, akkor az összesen mennyi taxiszul? 3 rendőr, szerintem. Összesen 3 rendőr? Jó kis csumi. Tő. Húzzátok az időt, kicsit húzzátok az időt, mert Likó megy nagy fegyverekkel a rendőrszék mögé, és kiszabadít titeket, érted? Igen, itt van mellettem. Azt mondta, hogy az való, lehet, hogy Storno. Most éppen mi is kint vagyunk ott. Egy pillanat. Pizzába. Bemegyek a híd alá, hogyha előjön egy helyén, lássunk minket. Hát de taxis vagy. Hát csak az nekik furcsa lesz, hogy itt állok a rendőrségi akció mellett. Menj be, oda kaptál címet, menj nyitszak. Oké. Okay. Ha lövöldöznek, akkor lábbukok. De nem úgy érted. A másik felhajtó. Nem a gyakorló taxis. De a második napom a cégnél. Á, értem. Dzsungó szervezetbe. Á, hogy is hívnak? Nikó, találkoztunk már párszor. Baszki, tényleg. Őzlábbal meg jamaikával szoktam dumálni. Baszki, tényleg, cá! Azért volt én iszvelősz a homlokod. Pont a homlokom. Húzzátok az időt, mert Likóék mennek fegyverekkel, ilyesmi. Bolásznak is... Balfasz rendőrök innen le se zárták. Megyek egy... Ott fogok hagyni egy kocit valahol a rendőrszégnél. Oda leparkolom, nem zálom le. Mimikém, Ládion vagy? Igen, igen. Menj a dozlammal, állj be a rendőrszég mögé hátul a valahova. És... hagyd ott a kocit, szétállj el a rendőrszéghez, ülj le egy kis padla. Zárja meg a kaput? Akkor szerinted hogy jöttem be, Dzsungó? Ne zárd le a kaput, hanem csak hagyd ott, hogyha kipattanak a nináik, akkor tudjanak menekülni kocival. Értem. Állj, csak meg, állj. Szerintem egy előre, ne gyere be. Bazzag, el kéne lopni a helikoptert. Teszik. Hát ezek már bent vannak? Nincsenek hát, bent! Bent van hátul a PD mögött, két autóval bőzik rá munkat. Az mindegy, de azok, akkor azok maléjék, itt vannak mi nináék. Itt látom őket. A külső keleti autópályán, itt is meg tudnátok őket támadni, küldöm a GPS-t. Bazd meg, gyors, rikó. A kecibe van az a köcsök. Lehet, hogy jönnek Likóék támadni. Készüljetek! Igen? Itt vannak, mint gyertek, támadjátok meg őket. Lemek. Értem, ketten vagyunk, baszmi. Hívjatok már mászt, akkor oldjátok már meg, istenem. Nálad van fegyver? Nincsen semmi. Na az jó, mert azt mondja az emberem, hogy jelöltél ananászfény barátok tűrestünk ki. Isz! Akkor kell, hogy legyen nálad fegyver. Odaadtam a szőlősz Malinak. Na az jó, akkor tartozol egy fegyverért. Persze. Nyalt ki a geci szekkem. Azt a mennyien vannak. Ez nagy baj. Ez nagyon nagy baj lesz. Ott a Nina. Az a Nina? Az a Nina, bazd meg. Nem fogják megtámadni. Köszönöm, Csikókám. Nem fogják megtámadni. El kéne csórni a helikoptert, bazd meg, bedarálni a rendőröket.
kéne csórni. Nem tudok lőni, nem merek lőni IC, semmit nem tudok csinálni. Tolsz ki! Csak likói keveszen vannak. Leraktam a ramot a háta mögé. Hát, az a baj, likói azt mondta, ketten vannak is. Nagyon sok lendült látok. A Ninát viszik be a mentőszök szerintem. Én teszem, nyom meg kétszer a ládiót, a mentőszök visznek be. Ó, a mentőszök viszik be, lágám! Hogy nyomkodta a rádiót? Ú, mindjárt jönnek a helikopteri. Liko, alakult, kicsit máshogy a terv. Mindenkit elkaptak, a Ninát viszik be mentőkocival. Látom, most mindig jön mellé. Légy szíves, úgyis le fognak szakadni, nem fognak oda menni a lendülők. Ő szabadítszátok ki, a fontos. Mi is megyünk. Kórház? Kórház. Vagy a kórház előtt csapjatok le. A mentőszkoci. Milyen belebeszélek, ki vagy? Mentőszkoci, ott valami Baláskát ismersz? Nem ismerek, de a Nina Bolás. Bolász, ő a spanom, persze. Itt áll mellett. Jó, rendben. A Bolász a spanom. A mentőkociban van Nina, kérlek, mennek ítszétek, ne üljön a börtönbe. Jó. Köci. Menjünk a kólász fele, szukkelem. Valakit szétvágom a fejét. A francba, fejszével, érted? Fú, az mi? Szába. Nem akarom jacajom, én még szűz vagyok, érted? És kúlni akarok vele, most egész nyála lecukják. Egy ilyen csaj mellett még szűz vagy, ez hogy hozod össze? Hát azért, mert egyszer büdös voltam, egyszer ő volt büdös, meg börtönben voltunk, már nem volt kedve kúlni ezt, te ilyesmi. Ja, szóval most tipikus női hibák. A tipikus. De már pár napja kivel, te képzeld el? Na, az már haladás, haladás. De csak meglángadt egy kicsit. Menjünk a kólász fele. Rajta vagyok. Kéne ezt tukkel. Tukkelem, Istenem, életem oda annak a boszorkánynak. Utálom ezt a kocsit. De úton vannak a likóék, szerintem édeszem. Cipogott vissza a ládió, még él? Na, az jó. A fingom szint. Kit hívjak még, akit... Ki van a kórházba? Ott lágám, viszik mentőkocival. Ja, hogy őt viszik a kórházba. Őt kell ki... őt szabadítják ki, persze. Édeszem, én egy szálga taxiból vagyok, hogy hiszik, Nikóval? Szóval itt nézd, be lehet pattani majd, ilyesmi. Én itt nem leszek furcsa, rendszeresen ide járok. Csak nem, ezzel hozták be, el a pizzába, itt van már. Állj, csak meg. Jogi, nem fognak gyanakodni, mindig itt vagyok taxival. Jó, király. Jó, csak úgy is megállottál volna, hogy lássunk is. Kórháznál vagyok. Kórháznál. Óvatosan beszélj, mert sok a rendőrkórház körül. Beérkeztek már. Akkor kell megvenni, mikor viszik a cellákba. Van jobb ütletem, érted? Úton vagyok a robogót, hadd tegyem le, mert ez kurva lassú. Lobogó, ez... Nem, egy hammerrel fogok menni, csak hadd intézzem, így nem tudom, hagyd futába. Jó, boci, itt vannak, mert csak ennyit akartam közölni, cá. Köcög Likó, neki semmi nem jó. Nyolják a geci szegem. Ezt most mondd el újra, mert itt csipogott mellettem, Tici. Látom Rikóékat. Lemek. Ki mi a fasz az? Jó, rendben. Egy pillanat. Hé, Mozi, Flancia, cá! Hát ti mit csináltok itt?
Hát bújztunk szerintem értem. Aja, eszméletlen volt a parti. Áó, a picába. Mi történt? Hát, kilaboltuk a tekillalát. Nina bent van, most Likóig kiszabadítják, csak Likóról összevesztem. Mondtam neki, hogy kapja be a falkam, szopja le a falkam. Hát az enyémet is leszophatnám már. Jó, csak én meg is mondtam, érted? Úgy érdekes volt, lehet meg is velezél. Na mindegy, bejön Nina. Kiloboltuk a tekillalát és balesetet szenvedtetek, ilyesmi. Jó, elkultátok. Én meg itt intézem a dolgokat, a menekítést, a lablást. Ti meg lófasz nem csináltok. Sajnálom. Jó, menjetek, hova akartok, üljetek be a taxiba. Vidd el őket, Nikó, kélek. Rendben, pattanjatok be. Öltözködni minden ilyesmi, majd talcizunk. Ide nem jöttek már vissza. Tényleg? Nem mondod komolyan élet, tehát őrülök, úgy szétszakod a fejem. Azért mondom, hogy felállj a fejeckét. Persze. Cellbólász. Feküdjek-e pihenni, érted? Hát nem azt mondom, feküdjek pihenni, csak... Várj egy kicsit. Hozzél, nekem van egy ötletem, de azt nem tudhatja meg. Tudom, vannak egy jó pálan ész. Azt mondtad, hogy nem mennek be, bármely. Ki a voltak teljesen, ki kellene fizetni a taxit, érted? Majd kifizetem, visszajön, majd én intézem. Pál lendül van, itt van Gyuli bácsi, visszajön, most jön. Igen, és szerinted egyedül mi a faszomat kezdjék velük? De azt mondtad, hogy többen is vagytok, be vagy még Nina. Várjál, kicsit mindjárt viszillag. Meg decibel. Nyomkod a ládiót, édeszem, hogyha be vagy a kólházba. Hát mi a faszomat? Hát ben van a cajom a kólházba. Nála van a minden? Nem is az, hogy minden, hanem csak ne... Be van a kólházba. Nina még be van, csak őt kell segíteni. Aha, igen. Jó, szerintem csak egy pálon fogják. Mindig érted? Már el is mentek Gyuli bácsi. A rendőrségi helikopter visszajött. A helikopter visszament már? Csak mondom, hogy hárman vannak. Le kell fegyverezni őket, mikor elmennek, érted? Ilyesmi. És egyedül hogy a faszom a fegyverezni? Azt mondtad a... Egy kocsiban. Bólász. A Bólász nem tudom hova a faszomból. Itt van Bólász. A Bólász vagyok, az termént. Itt van. A kalapostól elvettitek a fegyverét. Bemegyek, megnézem, jó? Jó, nézd meg, killek. Ne, engem is Bólász, már. Bólász bemegy megnézni. Mi a terv, Likó? Menjek az a Stukkelél? Hát jó lenne, igen. A nagyon is kifüledett. Nagyon is kifüledett. Bólházsor ketten bejöttük. Három, kettőbe lefegyverezik őket. Eldobatjunk alá mindent, azt tippli. Zába, mi már itt vagyok belül. Jó, lentben. De pörögjetek, mert ha kész van a sebesülése, akkor viszik. Cső! Na, csumi! Ó, francba. Most mit csináljak? Na, most... Most mit csináljak? Elől viszik őket, de most már mindenkit elvittek. Csak a Ninát kell megmenekíteni, ő itt van a kolházba. Lopnom egy rendőrautót, baszd meg. Én elopnom egy kurva kocsit. A picsába. Ha rendőrök kocsit lopok, a rendőrök visszajönnek, akkor már dupla annyi rendőr lesz. Hát akkor ellopom a mentős kocsit, baszd meg. A picsába bele. Azt mondták a gyerek. Nincs ez Stukkelem, olasz panót! Hívja már valaki bent. Még... Vágod, bent van. De bent, nincs nálam se Stukkel, most megyek értem. Mennyi gyorsan hozzá, nekem is? Ja, hozzá, biztos van. Én nem akarok nagyon belefújni az zsémbe. Nem akarok belefújni, tudod, hogy látják a kofámat, érted? Persze. Mert rossz hír menne a mostan indult vállalkozásra. Hát éltem? Érzed. Jól segítek. Meg minden, de... Van alasztuk el? Nálam? Egy picska van, bazd meg. Ó, nálam ez. Jó, holnap kifizetlek, lentben? Kell eszél? Lendezzük az anyagaiakat, lentben? Jó. Köszi, Bólász. Várjátok, igen, te szék? Na, hol vagy már? Itt vagyok a kóláznál, a spawnod most ment. Fegyverén nálam nincs fegyver. Akkor menjél, hozz egyet, kurva gyorsan. Bólász, el tudsz még dobni gyorsan a fegyverén? Persze, gyere. Igyekezzétek, hárman vannak. Hm,
Kis Mimikém, ülj vissza a kociba, és gyere a kolház fele. Rendben. Én éppen Mérit nézem, ő a rendőrség előtt van, de nem is viszik be, vagy nem tudom, lehet, hogy már bent van. Csókolózás kannak is kell. Gyere akkor velem ide félre. Sies. Mi a helyzet? Ja, jó, kiszabadítjuk Ninát, érted? Megyek a kocsit. Jó, aztán átküldöm. Megyünk gyorsan. Gyere. Ha, nincs támat, gyere. Övezem. Te szék. Igyekezzetek, ma lehetottam a rendőrautót is. De ha ellopod a rendőrautót, akkor hívni fognak még egy... Fognak még egy... Ne csinálja. A rendőrautó... Még egy... Lendülőket fognak hívni. Még egy jelölt fog jönni. Nem fognak hívni, mert bent kapjuk előnket, nem jönnek ki, nem fogják látni. Bent nem lehet csinálni ilyesmit, mint ez egy kólház. Mit lefegyverezni? Megy már faszomba, az meg megint fosol, vagy mi van? Nem lehet lefegyverezni kólházba, meg kell várni őket, hogy kijön. Azért mondom, hogy... Várja, itt egy új jelölt. Nem, ide hozták a kocsit. Likó! Vidd vissza ide a kocit, mert kihívni fognak még egy jelölt, érted? Még egy jelölt, és akkor még egy plusz lendül. Kijönnek, elindulnak, és akkor? Gyere fel a vonalkász ládióla. Punci. Rendben, csumi. Mimi, az lesz majd, megtámadjuk a lendülkocit, a telepjánót. Megtámadjuk a lendülkocit, és majd ügyesen, neked is majd, vagy a lendülkocit le kell szólítani, ilyesmi. Értem. Jó, szia. Bolász. Most beszéltem egy belső emberre, de nem tudom meg a nevét, titkos. Azt mondta, jó állnak. Szóval hamar kész. Nem soká kész lesz a gyógyítás. Jó, lendben. Nem szokál a kész a gyógyítás, minden a akció. Mennyi Bolász nyugodtan alul, mi érted? Még nem, én akkor dolgozni szoktam, még tudod érted. Mindjárt Nina infúzió van, ezt mindjárt meggyógyítják, ilyesmi. Üljünk akkor a kocikba. Üljünk kocikba. Jó, hogy én is menjek? Nem tudom, van kedved? Látják az arcom. Ész. De megbasszák a lukamat másodjára. Akkor, értem, akkor csak szegítsz majd, hogyha futálkodni kell, ilyesmi. Jó. Likoládium vagy már? Na, itt vagyok. Kaptam az információt, mindjárt meggyógyítják Ninát, és hozzá ki a lendülők. Ahogy egy kicsit elhagyják a helyszínt, érted? No. Igen, de ha bilincsbe lesz, akkor le kell vetetni bilincset is, bár szart lesz. A francba. Mindenkit elkaptak, érted? Nagyon, nagyon félek. Franciával, meg Hozival mi a falkam történt, mert... itt keltek fel a kórházba, lóan ment összekozták be. Szerintem ők ott szalakorlátnak. Valami tervezett konkrét. Csapottak. Ott közben kell lecsapni rájuk. Nem is lőttem. Ja, de előttem a szukkellal. Több mint félig a tank elég lesz, nem? Nem akarunk sokat venni, mert vagy bukunk rögtön, vagy elmenni küldünk. Hallod? Persze. Most írtad az emberem, hogy a három süsgálomban vannak, a csaj éppen elájult. Ellátjuk, hogy is nem tudok olvasni. Lenne, kuci. Kijött egy rendőr. Jaj, rosszul vagyok. Na most írnálatok, van akkostunk, ér hoztatok? Nálam van egy szuk, de menjetek a kocihoz, mert ezek nem szabad itt lefegyverezni, meg kell hagyni, egy kicsit kikarnyolódjanak innen, érted? Mi is bele fogunk longyolni, Mimivel, ilyesmi. És a haverodnál is van? Bolásznál nincsen, ő majd csak ilyen futár lesz, ilyesmi. Nem, itt van egy plusz fegyver, akkor jön ide, négy fegyveres kell, az még három érni. Akkor túl erő. Ezt, na, te kilalálsz. Azt hoztatok tárat az ének? Megvan. Bolhásnak? Nincs. Hallod, ide hívsz segíteni, miután elkapod emberemet, és utána én hozzak fegyvert, én hozzak mindent. Mit tehetek alól, hogy akkor ment kaján, mikor mi mentünk dolgozni, érted? És? Nem abban van a baj, hanem amit üzengedtetek vele, meg elfoglaljátok gettó, meg az ilyenek, érted? Viszont ezt ki mondta, Istenem? Hát a majomfejű azt mondta, hogy... Aj, a francia, az Istenem! Nem. Na, hát most már tudjuk akkor, ki volt majomfejű. Aj, Istenem, a francia... Kettő csimpánzót vágott. Ja.
vissza. De ez a viccelődész. Fekete ruhába út, azt nem, mondta, hogy nekünk nem kell az a kuszusz hely. Miért egy lóksz egy berettába, csávó? Jó, majd beszóltatom életet. Az őket dur. De szemtel ez a kis likó. De van történje a pisztolyodban? Ebbe kurvála. Szuper. Csak nem velem elővenni élted, mert... De én még soha nem is lőttem. Istenem, lőjek lendül le. A picába, azt nézd. Mindjárt érkezem ki. Hát jó, így teszem, csak egy kurva lendül nincs itt, és elment a lendül és a kocival. Tudom. És hova? Miél? Most jön vissza szerintem. Bent ketté van fixen, egy kadét, meg mihügy. Ja, ez hozzánk jött, jó. Na jó, drága lesz nekem. Nem kifizetni a bolhászt, a likóikat, istenem. Jó, most már így csak van, úgyhogy kezd kurva szar lenni a hízit. Akkor túszsz le, elkapunk egy... És itt van egy biciklis, elkapjuk, érted? És kiceléljük. Itt egy interceptól. Ó, egyre többen vannak. De szerintem kezdünk szarba vinni. Csak nem jöttek ennyien egy cajél. Bekulna. Ez egy három kocsi. Most már hét zseka van, úgyhogy ezt engedd el, basz még. Ez túl sok. Valami velekedés van, innen látom. Kapjátok már el ezt az embert, azt akkor oda megyek tárgyalni velük, hogy túlzhatok van. Gyorsan kapjuk el a bicikliszt? Mellem. Hol? A fingopszint, itt volt egy szövesz. Itt volt egy szövesz. Merre ment? A fingopszint, Mimi... Szerintem meg jobbra. Melyik jobbra? A galász, főgalász fele. Felejtél. 6-8 ember megy vele. Sétele. Ne viccelj már ember, hogy eszét nem adnak, érted? Ne viccelj már ember, hogy 8 lendről kiszél egy cajt, ne kúlj már fel! De, annyi zseka van vele. Hárman ülnek vele egy autóba, ketten ülnek a mentőbe, és hárman ülnek az interfőbe. Bocsi, de a Mercedes tele volt rendőrrel. A Merci visszament, a Merci visszament. Utánuk mind, de bazd meg, mit akart 8 zseka ellen? Négy emberrel vagy itt élsz? Az a szomorú helyzet, hogy szuverében vannak. Nem értem, miért kell ennyi ember egyszer. Ájjájjájj, mit csinálsz? Állj meg, mit csinálsz? Bocsánat! Értem, viszik. Mit csinálsz? Most kilép bocsánatot majd. Ott amíg az a biciklis kapva rend. Le van fújva, mi az akció, le van. Most hátul viszik, csak egyet cég. Csak egyet cég viszi. Ájjáj. Csak egyet cég viszi. Állj meg, mert át fognak útozni, érted? Titeket üldöznek? Jó, szóval lefoglaljuk, egyet cég viszi, menjetek, hátla! Egyet cég viszi! Állj már meg, magyarázz ki! Egy Skoda, mert a Skoda baráshoz elindult. Nina már a lendülszéken van bent. Jó, az Gyuribá. Honnan csak tuffal hozott ki. De ott van hátul, érted? Csak. És tényleg ennyien visznek be, tényleg. Nem volt jó a lába? Nektek kell segíteni? Megsérültem, és akkor így véletlenül nagyobb gázt adtam. És a barátja? Jó, ezt így. Jó, sájjál Mimi, kögle Gyuli bácit! Micsoda? Kögle gyorsan! Külön alászaladgálnak sikers. Húrra, miért ti egymást váltja fél? Kurva jó minden itt. Menjen a gépjármű mögé. Menjen a gépjármű mögé. Haló, a lendül megütötte a balátomat. A picába. Hoppá, na most akkor tegye fel a kezét gyorsan. Picába, engem biztos, hogy nem kaptuk el. Álljunk ki a gépjármű. Mindjárt, Málisz! Hopp, amúgy szemegy ez a szal! Nem tudok, nem is szok lőni. Liko, engem üldöznek, szegít cég! Merre vagy? Állj longán, egy-egy cég üldöz, szegít! Autószalon, szegít cég! Megyek be, HKS! Jövők, bat meg, csöves fel egy gyerek. Csöves, mit vagyok a Sleep Tease Bolt? HKS! A Sleep Tease Bolti Kis Boltnál vagyunk, segíts!
Jévén, bazd meg, de egy Hammer nem olyan kurva gyors. Most miért visznek be? Nem csináltam semmit. Meg vagy még, Tici? Iron Gun! Szerintem elkaptuk meg. Iron Gun alatti hídon. Híd alatt. Osztó kurva, mit ilyen van? Ez már boldogulnak elfelejtünk. Jó estét! Én nem akarok jó estét írni. Kívánok! Gondolom kapjál azzal meg. Nem kell fárasztanom, hogy jogosítványt kérjek, mert hogy nincs. Most már vagy... Hát most lebuktam, most már gyakoroltam is, képzeld el, gyakorolgattam. És már lejle jobban megy a vezetés. Ha? Hát azt láttuk. Hammer az velünk van, vagy kivel van? Hát szerintem Rattó nincsen. Mit szeretett volna az a pisztolya tícia? Van fegyverengedélyem, ész? Mutassa már meg. 16 éves, hogy lehet pisztolyra engedélye, amikor még jogosítványos sincs. Az egy kis balta volt, nézze csak. Ez egy balta. Aha. Azért, mert én vagyok az első kóla indián, csak mondom. Igen, nem a Hammer amerősködik, hát nem hiszem el. Lőfegyvere van. Mi a faszom érmény? Szék. Lőfegyver volt nálam. Igen. Hát nagyon szomorú. Kiszállt a gépjármű, és a kezébe tartott a lőfegyver, miközben felszólított. Jó nagy kalóban a szenked. Rendőr intézkedés alá. Istenem, biztos nem kultál még. Istenem. Hát nem ülülnék a balátnőnek, hogy ilyen... Istenem, Angelo. Angelo, jó nalmas, hogy érted. Ilyen fába szorult. Nincs ezzel semmi baj, én büszke vagyok a lendőrszégre, el is mondom, hogy miért. Egy cajszit, 20-an visznek be a lendőrlők, persze helikopter kell, kell a helikopter, ugye már hallottam a Tequila Lász balét, hallottam. Hallottam, vannak kapcsolataim. De jó, hogy két túsz lett adva helikopter él, de persze azért helikopter kellett, egyértelmű kellett. Interceptorok, wow, elősz, gyors, interceptorok, azok is kulvára kellett. Te miközben van magának el? Aztán nagyon ügyesek vagytok, ha tudnék tapszolni, ha tudnék tapszolni, kitapszolnálak titeket, mert ügyesek vagytok. Még jó, hogy megfogjátok egy kicsit az embert, érted? Kicsit megfogjátok az embert, meg se tud egy kicsit mozdulni, ügyesek vagytok. Be fogok pisilni ide az ülésre. De szék. Csak nyugodtan majd kis lapulj. Akadét, élesz lőfegyverrel. Érzed az erőt. Hát mivel kéne áll a falkad. Lőfegyverrel. Áll a falkad. Muszáj azt tukkel. Áll a falkad. Tőle. Elővette a fegyvert rám, uram, mit vár tőlem? Az is igaz. Már nem kell pisilni. Pisilje. Na az lenne, hogy meg kéne néznem azt a lőfegyvert, meg az engedélyt. Köszönjük szépen. Gratuláció, na, tesszék! Na jó van, csukjuk le ezt is! Tesszék itt! Hopp! Kiejtettem, bocsánat! Elejtettem, elnézést! Ott van a elejtette. Földön, Angelino! Intézze van! Nem, ez nagyon gáz. Annyira el tudják ilyenkor venni az izémet. Gyorsan, gyorsz! Ó, francba! Ó! Ugye? Hát ez nagyon szomorú! Nem iszült benne szenki! Áú! Áúcs! Eltalált a lendől! Nem tisztál a fegyver, eltalált! Árvart te életbe! Na! Áú, ez a lendőszék! Hát is fordítok, így nem? Ez. Hogy ismeri a járást a kisgyerek? Ó, jó-jók, én sokat voltam itt. Le fogom csukni. Igen. Igen. És részt vett itt a nagy balhékban, most volt a igen. Na. Now I was born in the gutter, facing life or death. I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die, so who am I to try to warn them? I'm a fucking bomb, I'm the niggas fly.